szeretettel köszöntök mindenkit a mai napi sajtótájékoztatóban. Először is szeretném bemutatni a sajtótájékoztató résztvevőit. Dr. Takács Mária, címzetes egyetemi tanárt, az Országos Epidemiológiai Intézeti osztályvezetőjét, és Debrődi Gábor múzeumigazgatót. Nagyon köszönöm a részvételüket ezen a sajtótájékoztatón, és azt, hogy biztosították a helyszínt. A mai napi sajtótájékoztató a járványos gyermekgyógyulás világnapja alkalmából került megrendezésre. A Magyar Polió Alapítvány kezdeményezésére az ő szervezésében és a Mozgáskorlátozottak Egyesületei Országos Szövetségének a támogatásával. Én magam az Országos Szövetség alelnöke vagyok. Október 24-e a polió világnapja. A járványos gyermekgyógyulást a poliovírus okozza, ezért nevezték el ezt a világnapot a polió világnapjának. Maga a világnap egyébként Szal professzor nevéhez és születési hónapjához köthető. Ő volt az a laboratóriumi csoportvezető, aki elsőként kutatta a vírust, a vírus elleni vakcinát, és elsőként gyártották le 1955-ben. Kutatásainak támogatója egyébként Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok elnöke volt, aki ugye felnőtt korában esett át a járványos gyermekgyógyuláson és életét kerekesszékben töltötte. A tegnapi napon egyébként világszerte figyelemfelkeltő események zajlottak arra a felhívásra, hogy a világon teljesen semmisítsük meg a poliovírust. Kanadában a Rotary International aktivistái ott voltak az autópályákon, saját maguk az aktivisták és plakátokkal hirdették, hogy vessünk véget a polió járványnak. Indiában, amelyet ma már fertőzésmentes területté nyilvánítottak, ott pedig figyelemfelkeltő napot rendeztek az anyukáknak, hogy minél többen vigyék el a gyerekeiket a védőoltásokra. Az, hogy ma az ENSZ egészségügyi világszervezete nagyon pozitív adatokról tud beszámolni a poliovírus tekintetében, az annak köszönhető, hogy volt egy nagyon nagy világösszefogás, nevezetesen a WHO, a Nemzetközi Rotary Klub és az Amerikai Egyesült Államokbeli Járványmegelőzési Központ, aki több évtizede küzd azért célirányosan, hogy a világon ne legyen már több helyen poliovírus. Három ország van, amelyet még nem nyilvánítottak fertőzésmentesnek, ez Afganisztán, Pakisztán és Nigéria. Meglepő, hogy Európát alig 13 éve, 2000-ben nyilvánította a WHO poliovírus mentes övezetnek. Néhány számadatot mondok. Amikor a Rotary International 85-ben elindította a polió teljes körű megsemmisítésére irányuló kampányát, 350 ezer gyermek fertőződött meg abban az időben. Azóta a fertőzöttek száma 99%-ra csökkent. 2012-ben a világon 223 fertőzést tartottak nyilván. Csak a Nemzetközi Rotary Klub mintegy 1 milliárd amerikai dollár, és hát megszámlálhatatlan önkéntes munkaórát töltött erre a programra, abszolút nem biztonságos helyeken. És ezzel azt mondhatjuk, hogy mintegy 2 milliárd gyereket mentett meg a poliovírustól. Azt gondolom, hogy senki nem tudja annyira értékelni ezt a kampányt, mint maguk az érintettek, azok a túlélők, akik még a mai napig a helynemegyű utóhatásaival élnek, és ezért jutunk itt össze, hogy felhívjuk a figyelmet a védőoltások fontosságára. Ennyi
bevezető után szeretném átadni a szót dr. Takács Máriának, és megkérem őt, hogy beszéljen nekünk a járványról, a jelenlegi hazai és nemzetközi helyzetről. Nagyon örülök ennek a felkérésnek, és nagyon megtisztelőnek tartom, mert beszélni kell a gyermekbénulás vírusáról, mivel Magyarországon ma új esetek nagyon régen nincsenek már. Ezért hajlamosak vagyunk elfeledkezni erről a vírusról, meg azokról az embertársainkról, akik kénytelenek ezzel a vírus okozta fertőzés következményeivel élni. Kérem szépen a következő ábrát. Ez egy nagyon veszélyes vírus. Ez az ábra pont azt próbálja érzékeltetni, hogy ezt egy biztonsági laboratóriumban lehet csak vizsgálni, tenyészteni, és az országban, Magyarországon egyedül nálunk az Országos Epidemiológiai Központnak a laborjában, a referencia laborjában. Három különböző típus van, ami gyermekbénulást tud okozni, tehát három vírus ellen kell oltani, hogyha meg akarjuk védeni az embereket. Ezeket szokták vadvírusnak nevezni a médiában. Nagyon ellenálló a vírusok között az egyik legellenállóbb vírus. Ugye hőre nem érzékeny, kikerül a szervezetből, akkor megmarad, akár még 50 fokon is meg tud maradni, és tovább tud fertőzni, de szóval hőmérsékleten nagyon sokáig, a hideget meg kifejezetten szereti, akkor hetekig, hónapokig meg tud maradni. De egyszerekre abszolút nem érzékeny, vagy szóval nagyon kevéssé érzékeny. Ennek a vírusnak az egyik rokonával teszteljük a fertőtlenítőszereket, mert hogyha amelyik fertőtlenítőszer ezt a vírust elpusztítja, az biztosan elpusztítja az összes vírus. Ugye savra nem érzékeny. Miért fontos ez? Kérem szépen a következő ábrát. Azért, mert így tud enterálisan, vagyis szájon keresztül bekerülni a szervezetbe természetes úton, és a gyomorsav nem pusztítja el ezt a vírust, hanem tud szaporodni. Ja, hogyha megbetegedés jelentkezik, akkor az általában 1-2 hét után jelentkezik, de lehet ennél rövidebb, meg hosszabb is a megbetegedés kezdete, és a vírus maga a garatban szaporodik, illetve a bélben. Ha pedig bekerül a központi idegrendszerbe, akkor az idegrendszer bizonyos sejtjeiben tud szaporodni. Ugye, hogyan kerül ki a szervezetből? Garatváladékkal, de hát leginkább a széklettel. Ami azt jelenti, hogy ha valaki a WC használat után nem most megfelelően kezet, vagy hogyha kicsi babákról beszélünk, a pelenkázás után a mama nem mossa rendesen meg a kezét, akkor bizony terjedhet ez a vírus. Vagy ahogyan terjedt ugye az 50-es években, nem volt rendesen kitörölve a gyermek feneke, bement a strandra, ugye ott a strand vize megfertőződött, és ezt a strand víztől fertőződtek meg a többi gyerekek. Kérem szépen a következő ábrát. Milyen megbetegedést okoz? A fertőzéseknek a nagy része az tünetmentes. Ami annak az egyénnek, annak a gyereknek nagyon jó, aki megfertőződött és tünetmentes, nem lesz beteg, de az ő torkában és az ő beleiben is szaporodik a vírus, tehát terjeszteni tudja a fertőzést, és így szinte láthatatlanul terjed ez a vírus. Akinek már nincs ekkora szerencséje, annál egy lázas fejtorokfájás, hányingerhányásos állapot következik be. Ennél azért nem szoktak rájönni, hogy ez egy enterovírus, ez egy poliovírus, mert ez ebben a szakaszban is megállhat, és egy ilyen lázas betegségként van. Vége van néhány nap után. Akinek viszont bekerül a központ idegrendszerbe, annál egy néhány napos szünet után, a láz után újból kezdődik a láz, és kialakulhat egy agyhártyagyulladás. Még mindig egy jó indulatú agyhártyagyulladás, mert körülbelül egy hét után magától gyógyul, és maradványtünetek nélkül gyógyul, de azért egyetlen anyukának sem kívánom, hogy gyerekének túléljen egy ilyen agyhártyagyulladás. Ami az igazán nagy probléma, az a pegyhüt bénulás, aminek sokféle neve van, ilyen paralitikus poliomielitis, hejmegédinkor, járványos gyermekbénulás, ez mind ugyanezt jelenti. Ez csak a fertőzötteknek körülbelül a 0,5%-ában alakul ki ez a kór, ami hát kevésnek tűnik, de annak, akinek kialakul, annak a 100%. Tehát attól függően, hogy melyik
izomhoz tartozó sejtet tette tönkre, a idegsejtet tette tönkre a vírus, ugye legtöbbjére a lábnál alakul ki a bénulás, de kialakulhat karnál, illetve a légzőizmoknál. Ugye a légzőizmoknál való fertőzés az a legveszélyesebb, mert akkor önállóan nem tud lélegezni az illető. Ez a bénulás lehet időleges, de nagyon sokszor ugye végleges bénulást okoz. Kérem szépen a következő. Magyarországon ugye a legutóbb 41-ben, 47-ben, 54-ben, 56-57-ben, 59-ben volt utoljára nagy járvány, és ezért vagyunk hajlamosak elfeledkezni erről a betegségről, mert hogyha megnézzük ezeket a dátumokat, akkor látjuk, hogy a mai anyukák biztosan nem találkoztak ezzel a betegséggel, de lassan azt mondhatjuk, hogy a nagyszülők is még fiatal gyerekek voltak akkor, amikor ez a járvány kitört. És de miért álltak meg ezek a járványok? Kérem szépen a következő ábrát. Azért, mert akiről itt már szó volt, ugye a Salk professzor, kifejlesztette ugye az 50-es évek közepén a Salk vakcinát, ami egy elölt vírus tartalmaz, és nagyon, nagyon kevés mellékhatással járó, tehát abszolút biztonságos vakcina, illetve utána az talán jobban ismert Szabin csepp került kifejlesztésre, amit Albert Szabin fejlesztett ki, ami egy élő, gyengített vírus, tehát itt akkor élő vírussal oltjuk a gyerekeket. A két vírus két oltóanyag kombinációjával Magyarországon nagyon jó eredményt sikerült elérni. Gyakorlatilag 92 óta nincsen gyermekbénulásos eset Magyarországon, de az előtte lévő 30 évben is csak 144 volt. És hogyha azt vesszük, hogy 30-tól 1960-ig, illetve 59-ig, ugye majdnem 20 ezer eset volt, a utána való 30 évben 144, 92 óta meg egyáltalán nincs, ez egy óriási eredmény, amit elértünk. Ma Magyarországon, kérem szépen a következő ábrát, csak a Szabin vakcinával oltanak, nem a Szabin, a Salk vakcinával oltanak, mert ez a legbiztonságosabb vakcin, és ez is megfelelő védelmet nyújt a jelenlegi járványügyi helyzetben. Kérem a következő ábrát. Mit sikerült elérni azóta, amióta a WHO meghirdette a polio eradikációs programot? 1988-ban legalább 125 endémiás ország volt. Az endémia azt jelenti, hogy az, ahol a vírus még nem sikerült kiirtani. 2013-ban jelenleg három olyan ország van, ahonnan nem sikerült még kiirtani ezt a vírust, Afganisztán, Pakisztán és Nigéria. Kérem szépen a következő ábrát. De az, hogy nem sikerült kiirtani még soha a vírus egy országból, nem azt jelenti, hogy nem lehet behurcolni. Hogyha a járvány, az oltási nem elég lefedett, nem elég sok gyerek oltott, akkor vissza lehet hurcolni ezt a vírust. És még ugye elhangzott a 2012-es adat, ami 223 volt, és a nagy többsége az endémiás országokban, tehát abban a három országban, ahonnan még soha nem írtották ki a vírust. 2013-ban a tegnapi napig 301 megerősített eset van, és ami a megdöbbentő, vagy figyelemfelkeltő, hogy ebből a behurcolt esetek száma 198, tehát olyan országokban is elkezdett terjedni a vírus, ahonnan már egyszer kiirtották. Ugye itt kiemelném Szomáliát elsősorban, ahol a legtöbb eset 174 eset történt. És akkor ezen az ábrán még nincs rajta Szíria, ahol a damaszkuszi referencialabor legalább 22 gyereknél igazolt fertőzés, de ez addig nem kerülhet rá a térképre, amíg a régiós referencialabor is nem igazolja ezeket a fertőzéseket. Miért történhetett meg, hogy Szíriában valószínűleg ugye gyermekbénulási járvány van? 2010-ig Szíria oltási rendszere tökéletes volt, 95% volt a gyermekeknek az oltottsága. 2010 után az oltási rendszer megváltozott ugye részben a politikai helyzet függvényében, és 2012-ben 52% volt
azoknak a gyerekeknek az oltottsága, akiket oltani kellett volna, csak a felét oltották be, és itt az eredménye a 2 éven aluliak, a nagy többsége ezeknek a betegeknek, tehát 1-2 év alatt már újból megjelenik ez a megbetegedés. Egyrészt azoknak a gyerekeknek, akik ilyen pegyhütt bénulásban szenvednek, monitorozni kell, hogy mitől szenvednek egy pegyhütt bénulásban. Nem csak ez a vadvírus okoz pegyhütt bénulást, van még néhány vírus, ami ilyet okoz. Tehát az Országos Epidemiológiai Központban a gyermekneurológiai osztályok mindig beküldik a heveny pegyhütt bénulásban szenvedő gyermekeknek a mintáit, hogy megnézzük, hogy poliovírus okozta, vagy nem, vagy mi okozta. Tehát ez egy nagyon fontos szörvény, az így derült fény egyébként a szíriai esetekre is. Illetve ami nagyon fontos, a környezeti minták monitorozása az, ami még Magyarországon nem nincs, viszont például Izraelben monitorozták a környezeti mintákat, és szennyvízben találták meg a vadpoliovírust, ami ugye egy kisebb fajta pánikot eredményezett. Úgyhogy akkor utána az egészséges hordozókat is megnézték, akik olyan területről jöttek, akik behurcolhatták ezt a vírust, és egészséges emberekben találtak vadpoliovírust, akik tünetmentesek voltak. Szerencsére Izraelben elég jó az oltási rendszer, tehát betegségekről nem tudunk, tehát nem betegedett meg senki. De hogyha nem nagyon magas a lefedettség, akkor ott is lehetett volna megbetegedés. Itt ezt a vírusnak az elektronmikroszkópos képét látjuk, kérem szépen a következő ábrát. És csak együtt tudjuk elérni azt, hogy a világ poliomentes legyen, hogyha mindenki együtt dolgozik és együtt küzd ezért. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Nagyon sok szó esett itt az összefogásról, a nemzetközi összefogásról. Csillag Ádám filmrendező, aki szintén érintett és köreinkben van, bemutatja ezt a nemzetközi összefogást, bemutatja azt, hogy a hidegháború politika sem tudta megakadályozni azt, hogy vastagok kerüljenek Magyarországra, és azok mentették meg valójában számos helynem egyénesnek az életét. A hazai összefogás is nagyon fontos, hiszen akkor is azt a nagy gyermektömeg áradatot 1959-ben és 57-ben, amikor a legnagyobb járvány volt, csak nagyon nagy összefogással lehetett megoldani. Az Ádám filmje a járványos gyermekvérülásról ezt is bemutatja, hogy például a Szent László kórházban a dolgozók hogy fogtak össze, hogy minél nagyobb figyelmet fordítsanak ránk. Ez látszik, hogy a mindenki félettől a vírustól ilyen rettegett kornak tekintik, és nagyon sok energiát szánunk arra, hogy a vírust eltüntessük a Földről. Ennél sokkal kevesebb figyelem fordítódik azokra az emberekre, akik túlélték ezt a járványos gyermekvérulást, és azok, akik még mindig annak következményeivel élnek. De lássuk, hogy hányan vagyunk. Mi a helyzet velünk, milyen a rehabilitáció, milyen az egészségügyi ellátásunk. Hát 31 és 59 között 16 ezer ember esett a járvány áldozatául, és várt mozgás korlátozottá. 57-ben volt a legnagyobb számú megbetegedés, ez 2334 gyereket jelentett, 59-ben pedig 1830. Hol tartunk most? 2012-es adatok alapján, az egészségügyi tárc adatai alapján 3600 oktas betegszámról beszélünk. Igaz, Réthelyi miniszter úr azt is hozzátette, hogy az adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, jelenleg nincs olyan adatbázis, amelyről pontosan meg lehet állapítani a betegek számát. És mi van a rehabilitációnkkal? A járványos gyermekbénulás járvány követően a gyerekek utókezelő ellátást kaptak, ezeket az intézményeket azonban a 70-es években bezárták. Bezárták, nem volt folyamatos az az ambuláns ellátás sem, amiben addig a gyerekek részesülhettek, ezért
folyamatos nyomonkövetéséről az állapotunknak nem beszélhetünk. Megszűnt az a gyógytornász csoport is, aki ismerte volna a helynemelény jellemzőit, és hogy mit kell tenni vele, hiszen egy központi gyógykezelő intézmény hiány csak esetlegesen találkoztak helynemelénesekkel, nem tudták kiképezni őket a gyakorlati oktatás során, hogy mit kell csinálni a helynemelénes betegekkel. A gyermekbénulás következményeit nagyon sokáig végleges állapotnak tekintették, amíg nem az 1980-as évek elején megjelentek a szakirodalmi cikkek egy úgynevezett posztpolio szindrómáról, amely azt jelentette, hogy a betegség megjelenését követő 30-40 évvel a gyermekbénulásos betegek állapota hirtelen leromlott, nagyon nagy mértékben leromlott. Többen közülünk járóképesek voltak, és kerekesszékbe kerültek. Eléggé megoszlott a vélemény, hogy mi is ez a posztpolio szindróma. Voltak orvoscsoportok, akik azt gondolták, hogy ez a szervezetben rejtőzködő vírus, ami eddig még észrevétlenül ott lakult, ő aktiválódott. Másik csoport, és nagy valószínűséggel ez lehet az oka, pedig arra gondolt, azt a következtetést mondta le, hogy ez egyszerű következménye egy túlterhelt állapotnak, hiszen itt izomcsoportok bénultak le, másik izomcsoport vette át a funkciót, többé-kevésbé a lebénult izomcsoportok funkcióját, és míg egy épp embernek, még hogyha megterheli az izmát is, van egy 50% tartaléka. A mi izmainknak nincsenek ilyen tartalékai, hiszen folyamatosan teljes energiával működnek. Tehát a rehabilitációnak nagyon nagy szerepe van ennél a betegségcsoportnál. Nagy szerepe van abban, hogy az önálló életvitelünket minél tovább fönntartsuk. 70-es évektől 2000-ig ez nem volt megoldva. 2000-ben, tehát 30 év kimaradt a mi rehabilitációnkból. 2000-ben a helynemelinesek nyomására a Hévízi Honvéd Kórház Mozgásszervi és Rehabilitációs Intézete alakított át egy részlegét a helynemelinesekre, gyógytornászokat kiképezték, szobákat, uszodát akadálymentesítették a helynemelinesek bevonásával, de hát itt évente 156 beteget tudnak fogadni, 4 hetente 12 főt. Hogyha a Réthelyi miniszter úr adatait vesszük, hogy 3600-an vagyunk, akkor ennek a 3600 főnek a rehabilitációjára 20 év alatt kerül sor. Vannak kisebb eredmények, sikerek az elmúlt években, hiszen az Egyesített Szent László és Szent István Kórház Ján Ferenc utcai rehabilitációs centruma is fogad bennünket, kapacitásokat még bővíteni kell. Az egészségügyi ellátást illetően elmondhatjuk, hogy a mások számára rutin orvosi beavatkozások nálunk nem működnek. Nem működik egy csípőkopás alkalmával a csípőprotézis, innovatív gyógymódot kéne alkalmazni, ennek ellenére nagyon sok. Vagy vannak olyan helynemelinesek, akik még megpróbálkoztak a csípőprotézissel. Az egyetemen és a főiskolákon ma már csak történelmről hallanak rólunk, nincs meg a megfelelő tudás az egyetemeken és főiskolákon a gyermekgyógyulás következményeiről. Az érintetteknek a viszonylag alacsony száma szükségessé tenni a nemzetközi összefogást most is, nem csak a poliovírus megsemmisítésével, eradikációjával kapcsolatban, hanem az utókezelésekkel kapcsolatban is, hiszen nagyon fontos lenne, hogy a posztpolió szindrómával kapcsolatos jó gyakorlatokat kicseréljék az egyes országok. Fontos lenne, hogy újfajta kezelési módokat dolgozzanak ki, esetleg innovatív segédeszközöket lehetne tervezni és gyártani. Említettem az összefogást hazánkban, amikor
a járványos gyermekgyémulás volt. Azt gondolom, hogy az az összefogás csak úgy sikerült, hogy egy meghatározott program keretében mindenki pontosan végrehajtotta a programot. Ugyanezt kívánjuk a poliovírus túlélői számára is. Ugye mindenkori kormányok rendelkezzenek egy stratégiával, és annak végrehajtásával azzal kapcsolatban, hogy hogyan éljük le az életünket méltósággal, hogyan tudják ezt számunkra megkönnyíteni. Mi, a hegemoniások magyarországi csoportja úgy gondoljuk, hogy a poliovírus lezárásáról, annak a történelmének a lezárásáról csak akkor beszélhetünk, hogyha a mi utókezelésünk, ha mi egészségügyi és szociális ellátásunk is már van oldva. És ebben a magyarországi poliósok csoportja abszolút együttműködő, és részt venni ennek a stratégiának a kidolgozásában. Most ezek után szeretném átadni a szót Debrőri Gábor úrnak, az intézet igazgatójának, megköszönöm még egyszer, hogy itt lehetünk. Köszönöm szépen, tisztelettel üdvözlöm a sajtó valamennyi képviselőjét, a meghívott vendégeket, barátainkat, a NEOSZ alelnök asszonyát, Földesi Erzsébetet, főorvosasszonyt, a szerzető főorvosasszonyt, dr. Takács Máriát, valamint Kertész Tamást, a Polio Alapítvány elnökét, aki szintén itt van, és az alapítvány valamennyi betegét, tagtársát. Örülök neki, hogy a mentőmunkások önök ellátogattak hozzánk, el kell, hogy mondjam, minden látogatói csoportnak, de egyéni látogatónak is ennek a polió járványnak a történetét mi elmondjuk. És hát tisztelettel és mindig szeretettel emlékezünk meg azokról a betegekről, akiket ez a járvány érintett. Többekkel azért mi a kapcsolatot is tartjuk, néha összefutunk. Nekem volt szerencsém még korábban a Baba utcai rehabilitációs központjukban is megfordulni, és azt azóta is mondom mindenkinek, hogy az a kiegyensúlyozottság, az a méltóság teljes nyugalom, amit ezektől a rendkívül beteg emberektől én ott láttam. Mi gondoljunk arra mindig, amikor valami nagy probléma gyötör minket, hogy mások viszont milyen nehézségek között élik meg az életüket, és mégis milyen kiegyensúlyozott méltóság teljesen élik meg a napjaikat, nagyon becsülöm őket emiatt, és örülök annak, hogy most itt lehetne. És módom nyílik arra, hogy elmondhassam azt, hogy az Országos Mentőszolgálat 65 éve, mióta mi létezünk 1948 óta, rendkívül sokat tett a betegeknek az ellátása érdekében, és az 1950-es évek közepén pedig különösen rendkívül sokat tett. Itt ugye október 23-án ünnepeltük, emlékeztünk meg a szabadságharcunkról, amelynek hát egyik részlevőjeként, az egészségügyi oszlopos tagjaként az Országos Mentőszolgálat mintegy 20 000 betegnek sérültek az ellátásában, elszállításában, sőt, hospitális, még kórházi elhelyezésében is, hiszen az alattunk levő, ma már kiállítóhelyként működő Pince kórházban, bizony emberek életének százait mentették meg, itt lelkezelték ezeket a súlyos betegeket. És néhány évvel később, illetve néhány évvel korábban, amikor ez a póliójárvány fölötötte fejét, akkor az Országos Mentőszolgálatnak a mentőgépkocsai mentőegységei segítették ezen kis betegeknek, fiatal felnőtteknek az életben tartását. Rendkívül heroikus küzdelem volt ez a részükről, majd meg fogom mutatni azokat a vastüdőket, amelyeket mi ekkortájt alkalmaztunk. És ugye mondjuk azt, hogy mi magyar emberek milyen leleményesek vagyunk, mennyire föltaláljuk magunkat. A legnagyobb nyomor közepette is, hát jelentem az 50-es évek közepén is ez tökéletesen működött. Két mentő dolgozó, Völgyes és Molnár István bajtársa voltak azok a zseniális férfiúk, akik kitalálták ezt a bizonyos kézzel működtethető portábilis vastüdőt, de hát ennek a működési elvéről majd ott szándékoznék beszélni a nagyteremben. De tényleg el kell, hogy mondjam, hogy az Országos Mentőszolgálatra nem csak ma számíthat az ország valamennyi lakosa, kisebb-nagyobb betegség esetében, hanem úgy érzem, több mint 50 évvel ezelőtt egy hatalmas nagy teljesítmény volt. Gondoljunk abba bele,
hogy a például Borsodabó-Zemplénből ide Budapest a László kórházba felszállítani ezeket a betegeket kézzel működtetető vastüdővel. Órákon keresztül ezeket a tüdőket így kézzel kellett ahhoz üzemeltetni, hogy a mentőápolónak, vagy éppen a mentőorvosnak, hogy a beteg életben maradjon. Óriási nagy kihívás volt. Nem beszélve arról is, én tudom, mert azért itt az időszaki kiállítások kapcsán ezeket a tüdőket azért néha el is visszük magunkkal, hát azért ezeknek üresen is nagyon nagy súlyuk van. Mm. És ha mondjuk ebben benefekszik egy kisgyerek, vagy benefekszik egy felnőtt ember, ez egy hatalmas fizikai munka, de hát a mi fizikai erőfeszítésünk ez mi az a sok szenvedés, amit mondjuk a tüdőben fekvőnek kellett elviselnie, de örülöknek, hogy önök most itt vannak, még jobban megismerhetik a mi munkánkat, mi pedig találkozhatunk önökkel, és kívánok önöknek nagyon sok egészséget, további könnyebb hát, hétköznapokat az életükben, és köszönöm még egyszer, hogy megtisztelték a nemtudózónak figyelmet. Köszönöm szépen! A szolgálat kezdeti 50-es, 60-as éveinek történetét mutatjuk be, ezen belül külön a lélegeztetés terápia és a keringés diagnosztikai eszközöket is. Ezen előről beszélek, megint csak ott a trapéznek az két szélére a csuklókat rögzítve próbálták meg emelgetni. Egészét, de hát a kutya nem fogja, ha lehet, hogy az Imolának majd meg kéne mondani, hogy... Mert ugye, mert ha csak írunk róla, de nem mondjuk meg, hogy mit kéne csinálni, akkor az rossz, de szerintem le kéne ülnünk a... Rossz fényben ne... Ja, igen. Ezáltal a filmes támogatását a dolgoknak, és fizetjük azt, hogy egy filmnek sem, csak az állam számíthat. Az állam meg az volt, hogy filmes.